Köszöntjük a stúdióban Molnár Csilla meteorológust. Szia! Sziasztok! Szia! Hát láthattuk ebbe a bejátszóba, hogy azért Magyarországon iszonyatosan nagy mennyiségű hó esett az utóbbi évtizedekben, de hogyha visszagondolunk az elmúlt pár évünkre, erre nem igazán volt precedens és példa. Minek köszönhető ez? Miért nem volt havazás Magyarországon? Hát azért egy kicsit csúnyán mondva, a csapon is az folyik, ugye éghajlat változás van, és folyamatos a felmelegedés, és én magam nem szeretem, hogyha mindig mindent erre fogunk, de ezt például egyértelműen lehet erre fogni. Egyre enyhébbek a telek, és azért ezt már vagyunk annyira idősek, hogy mi is tapasztalhatjuk azért, hogy tényleg gyerekkorunkban még volt, hogy elmentünk szánkozni, többet hógolyóztunk, most azért már nagyon kevés azon napok száma, amit tényleg amikor hótakaró borítja az országot. Egyébként 2017-ben volt az utolsó olyan, amikor volt valamire való hó, illetve emlékezhetünk ugye a márciusi nagyhavazásra 13-ban, és egyébként ilyen országos nagyhavazás 1987-ben volt. Most ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem lesz már a jövőben, biztosan lesznek szélsőségek, de az biztos, hogy ahogy az évtizedeket figyeljük, úgy egyre kevesebb lesz a hó, és egyre magasabb lesz a hőmérséklet is. Igen, és talán azt is megfigyelhetjük, mintha ezek az átmeneti idő évszakok, tehát a tavasz és az ősz, az mintha így kezdene összemosódni, tehát egy ilyen nyárból megyünk szinte a télbe, most is az volt, hogy nagyon elhúzódott az indián nyár, ez is egy tendencia, így készüljünk már a jövőre? Igen, tulajdonképpen az ősz és a tavasz el fog tűnni, és pont ezt tapasztaltuk az elmúlt egy-két hónapban, hogy annyira enyhe volt az ősz, hogy tényleg ilyen korai nyárnak mondtuk, aztán jött a késő nyár, és aztán megyünk bele a télbe, úgyhogy tényleg ezek így kimaradnak, és a tavasz az ugyanígy ugyanilyen volt, hogy igazából észre se vettük, hogy volt. És ahogy mondtam, egyre enyhül az idő, tehát most novemberben és decemberben is a mostani előrejelzéseink szerint arra számíthatunk, hogy azért nem lesz olyan nagyon-nagyon nagy cidri, nem lesz olyan nagy a hideg, bár nem győzzük hangsúlyozni mi meteorológusok, hogy nem véletlen, hogy nem szeretjük az időjós kifejezést. A tudományban állása szerint azért pontosan hónapokra előre, vagy több hétre előre nem lehetetlen megmondani azt, hogy milyen idő lesz. És akkor mi az intervallum, ami még így a hiba határon belül van? Tehát mi az, amit már úgy fixnek vehetünk? Ez attól is függ, hogy milyen jelenség van például. Most nyáron egy anticiklonos helyzetben van olyan, hogy két hétre szinte 100%-osan megmondom neked, hogy mi lesz, de azért így a téli időszakban van olyan, hogy 3 napra is még bizonytalansággal lehet elmondani. Úgyhogy tényleg ez nagyon összetett, nagyon sok mindentől függ, és ezért nehéz a telet is megjósolni. Van az úgynevezett mediterrán ciklon, ez biztos hallhatták azok, akik gyakran néznek időjárás jelentést. Na most ez egy-két nap alatt ki tud alakulni, úgyhogy tulajdonképpen 2-3 napra ez az, ami nehezen mondható meg pontosan, hogy mit hoz majd. És ez az, ami nagyobb mennyiségű csapadékot is képes szállítani, úgyhogy téli időszakban például a 10 cm-es hóról ez tehet. De ezt nehezen lehet nagyon előrejelezni. Hát akkor gyakorlatilag abba nem annyira lehet hinni, nem olyan pontosak azok a számítások, hogy februárban teszem fel, milyen időjárásunk lesz. Viszont azt meg lehet mondani, hogy Magyarországon lesz-e még valamikor hófötet álljunk? Lesz-e szép kevés? Fehér karácsonyunk, és át tudjuk élni ugye a filmeket. Biztos, hogy nem lehetetlen. Egyébként igen, 100%-osan nem lehet megmondani, de vannak valószínűségszámítások, statisztikák, amiből azért következtetni lehet, illetve amiből lehet következtetni az idei térre, ezt is lehetett azért már hallani, vagy lehet hallani, ez az El Niño jelenség, ami azért befolyásolja a mi időjárásunkat is, és szakemberek megmondták, akik ezzel foglalkoznak, akik ezt kutatják, hogy idén ez erősödik. Ami annyit jelent, hogy egy kicsit enyhébb lesz a november-december, amit mondtam, viszont sokkal több csapadékot kapunk, a január és a február pedig hidegebb és szárazabb lesz. Na most itt lehet azzal játszani, hogy december végén, hogyha jön egy nagyobb mennyiségű csapadék, de már a hidegbetörés megtörténik, akkor például lehet esély arra, hogy fehér legyen az év utolsó pár napja. Hogyha picit a téltől eltávolodunk, akkor azért szerintem azt tapasztaljuk, hogy akár a nyári időszakokban is azért már nagyon gyakoriak az extrémitások. Tehát elég bekapcsolni nyáron a tévét, és
mindenhol azt halljuk, hogy bozót tűz, leégett a fél erdő, tehát hogy sajnos azért már nagyon gyakran jönnek ezek szembe. Fel kell készülnünk már erre, hogy egyre szélesebb, egyre szélsőségesebb lesz az időjárás? Igazából szélsőségek mindig voltak, tehát akár 50 évvel ezelőtt is előfordult ilyesmi, de valóban az inkább az észrevett, hogy egyre gyakoribbak ezek a szélsőségek, és igen, erre fel is kell készülnünk. Tehát a jövőt ez fogja jellemezni. És hát ez a szeszélyes időjárás hatással van az emberi szervezetre is, teszem fel, ez beszéltük Flórával itt az adás előtt, hogy iszonyatosan nagy migrénünk van. Van különbség a hideg és a meleg front között? Szervezettől függ. Van, aki ugyanúgy él meg egy hideg és egy meleg frontot ugyanolyan panaszokkal, van, aki csak a hideg frontot, attól függ, hogy ki mire érzékeny. Úgyhogy ezt nehéz megmondani. Hát ezt ki kell tapasztalni, hogy a te szervezeted melyik... melyik az, amelyik megviseli. Igen, ilyenkor érdemes azért, hogyha fejfájós vagy, akkor rákeresni, hogy most éppen mi van, és akkor megfigyelni. És hogyha nézed az időjárás előrejelzést, akkor kicsit fel tudsz készülni, hogy vajon most lesz-e fejfájás, vagy fáradékonyabb leszel, ingerültebb esetleg, de ez tényleg szervezettől függ. Mindenképp nézni fogjuk, Csilla. Köszönjük szépen. Már csak ezért köszönjük szépen, hogy eljöttél.